Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, hát a méhészet lesz a mai témánk, annál is inkább, mert az elmúlt időszak szélsőséges időjárása alaposan megnehezíti a méhészek, a méhek dolgát. Vendégem pedig Antal István méhészmester, szervusz, tisztette, köszöntelek. Nos, hát az esztendő elején jött be az, hogy nem volt csapadék, aztán lett csapadék, aztán nem volt napfény, napsütés, és ez mind-mind megnehezítette. Jöttek a hirtelen áradások, emellett ott van a nyomottáron eladott, illetve kínált hamisított méz, a méheket sújtó betegségek, a beszűkült értékesítési lehetőség, ez mind-mind nehezíti a méhészek helyzetét. Én azt gondolom, menjünk sorban. Azt megtapasztaltuk az esztendő elején, hogy a repce, tehát kezdjük a repcével, a repce, ami nagyon-nagyon fontos a méhek és a méhészek számára, nem olyan volt az idén, mint ahogy szokott lenni. Hát igen, az idei év eleve egy nagyon aszályos időszakkal indult, amit meg is tapasztalhattunk. A repcének a virágzás idejére igazából, hogyha ideálisak az időjárási körülmények, akkor mellmagasságú növényé kellett volna, hogy fejlődjön. De hát az idei évben ez jó 6 érd magasságú növény tudott kerekedni belőle, és egy nagyon-nagyon nehézkes virágzás, nagyon nyomott nektározási lehetőségek alakultak ki a repcével kapcsolatban. És a repcének több funkciója, több előnye van, mert egyszer egy jó minőségű mézet ad. A másik pedig a fő hordási időszaknak az előkészítését adja, amit tudjuk, hogy a főhordás Magyarországon az akácméz. És a méheknek a serkentésére is szükség van ennek a repcének a jó nektározásához, hogy a méhcsaládok jól fel tudjanak fejlődni. Na most ez nem adatott meg az idei évben. Innentől indult az egész évnek a tehát ez egy minősége. Kálvária, tetszik, így nem van. Tetszik nekünk, hiszen az akác is megsínlette ezt a szélsőséges időjárást. Azt tudjuk, hogy Magyarországon komoly akácerdők vannak, amelyre számíthatnak mindig a méhészetek, és hát az idén ez se ugyanolyan volt, mert pedig ez teszi különlegessé a magyar mézkínálatot. Azt tudni kell, hogy a Magyarországon terem a világ legjobb minőségű akácméze. Annak ellenére, hogy az akác ugye nem őshonos növényünk, de a legjobb úgynevezett új otthonra lelt az akác Magyarországon, a Kárpát-medencében, és a világ akácméz termelésének 80%-át Magyarország adja, ami azt jelenti, hogy ez egy szenzáció, és ez egy nagyon nagyszerű dolog. De az idei évben, ha emlékszünk rá, április elején volt egy jó hetes időszak, mikor minden reggelre mínuszokra ébredtünk. Kemény mínuszokra ébredtünk, és ez azt jelentette, hogy a már meginduló, megpattant akácrügyek teljesen lefagytak. És ez onnantól kezdve megalapozta az egész évnek a lehetőségét, mert ha ezek a virágrügyek megfagynak, megfáznak, akkor onnantól kezdve hiába virágzik ki a fa, és ontja, rengeteg virág van rajt, nem ad nektárt. Nincs nektár. Nincs nektár. És ez már megalapozta az akácméz, az akác hordás időszakot, úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy még nem is virágzott ki az akác, de a méhészek már tudták, hogy itt baj van. Tehát ez már kettőből kettő. A vegyes virágméz, tehát a mezők virágai sem olyan lehetett, hiszen ahogy már beszéltünk róla, asszály, fagy, szokatlanul erős fagyok, illetve utána pedig bőséges csapadék. Így van. Ez az akác virágzás utáni mezei virágoknak a vegyes virágmézet adó fajok ugyanúgy megsínlették. Hiába vadon termő növények, ők se szokták meg ezt a hatalmas nagy aszályt, akkor a rendkívüli időszakban bejövő fagyokat, és így a mezei virágoknak a méztermése is rendkívül alatta maradt, és akkor még utána jött a napraforgó. Igen, de először arányosítsunk egy kicsit, tehát amikor elkezdjük a repcével, és folytatódik az akáccal, illetve a vegyes virágméz, az mennyit fed le az éves méztermésből? Hát azt szokták mondani, hogy az akácméz adja az éves árbevétel 50%-át.
Tehát a fele. A felét. És ez csak az akác. És, és akkor még, hogyha ha már még az akác és a napraforgó virágzás előtt beszélgettünk méhészekkel, és akkor hát még bizakodtunk a napraforgóban, hogy esetleg még, hogy hazad egy jó termést, akkor esetleg valamelyest az anyagi lehetőségeken javít, de hát aztán sajnos elkövetkezett annak is a virágzása, és messze nem azt nyújtotta, mint amit elvártunk volna tőle. Nos, én azt hiszem, hogy ez elég probléma így is, és akkor napraforgó. Ugye azt is láttuk, hogy a gazdák, mármint az agrárgazdák nagyon-nagyon számítottak arra, hogy végre kilábalnak. Végül is ez sikerült, viszont a méhészeket ez nem ábrándította ki abból az eltökélt szándékból, hogy igenis elmondják az igazat, hogy a méhészetnek ez óriási kárt okozott az idei napraforgó. Így van. Azt kell tudni, hogy a gazdák majdnem egy időben vetették el a napraforgót. Abban a vetési időszakban nagyon szűk volt az időintervallum, amikor a vetésre alkalmas idő volt. És lóhalálában egyszerre vetették el a mezőgazdasági gazdák a napraforgót, és ez azt eredményezte, hogy a napraforgó egyszerre virágzott ki szinte az ország egész területén. És ez a hatalmas mennyiségű virág, megvolt a virág, azzal nem is volt baj, csak pont abban az időszakban, mikor a napraforgó virágzása esett, a hőmérséklet visszaesett. Azt kell tudni, hogy a napraforgó igazából bő nektár termést ad, de nagyon-nagyon kényes arra, hogy milyen időjárási viszonyok vannak abban az időszakban, amikor virágzik. Tehát 25 foknál többnek 25 kell lenni. 25 pluszoknak, párás időnek kell lenni, és akkor érzi magát jól a napraforgó. És hiába járták a méhek a napraforgót, nem adott nektárt. És nagyon hamar lementek ezek a táblák, és gyakorlatilag megint ott voltak a méhészek, hogy megint kevés nektárral tudtak termelni. Igen, mert általában ugye ez 2-3 hétig tart a napraforgóról, és ez most egy szűk egy hét volt. Így van. Legalábbis a mezőföldön bizonyosan, igen, de én azt hiszem, igen, az ország többi részében. Az egész országra azt lehet mondani, hogy ez volt a jellemző, mert ha gazdáknak lett volna idejük arra, hogy hosszabban lett volna idejük a magára vetésre, akkor a napraforgónak az életciklusa is egy kicsikét elnyújtottabb lett volna. A virágzás is több tábla, több kultúra lett volna egymás mellett, és akkor az is egy kicsit elnyújtottabb lett volna, akkor ez ideálisabb lett volna a méhészek számára, de hát ez sajnos nem így alakult. És hát így azt lehet mondani, hogy az utóbbi 50 év legrosszabb méztermése alakult ki. Igen, Bros Péter arról is beszélt, még térjünk egy kicsit vissza a napraforgóra, hogy a napraforgó kinyilásával több száz méhész jelezte, hogy méhcsaládok pusztultak el. Ez minek köszönhető? Hát ez évek óta nagy küzdelem ez a méhpusztulás a napraforgó virágzása alatt. Nem tudom, növényvédőszerek, csávázószerek, amelyek felszívódnak a napraforgónak a növényi testbe, és az a nektáron keresztül is megmutatkozik, és a méheknek az életét veszélyezteti. Igen, azt nagyon is jól tudom, hogy már számtalanszor jeleztétek, hogy ez óriási problémát okoz, gazdasági válsághoz vezethet már, mint a méztársadalom szempontjából feltétlenül. Igen. De a vásárlók szempontjából is. Hiszen minél kevesebb a méhész, minél kevesebb az olyan gazda, aki szakmai szempontból is kimagaslóan teljesít, úgymond, annál drágább lesz a méz. Hiszen ahogy mondtad, hogy az elmúlt 50 év legrosszabb méztermése várható. Igen. Mit okoz ez a piacon? Sorba megyünk. Eleve kevesebb a méz. Ugye van egy... Ugye az utóbbi időben van egy olyan propaganda, hogy mentsük meg a méheket. De itt nagyon sajnos tudomásul kell venni, hogy meg kell mentenünk a méheket, meg kell mentenünk a méhészeket. Sajnos ez az év egy olyan fordulópont volt, ahol nagyon sok nagyszerű, nagy szaktudással rendelkező méhész azt mondja, hogy abba hagyja.
mert olyan időszakon vagyunk túl, ami egyszerűen nem csak ennek az évnek a rossz termése, hanem az megelőző 5-8 év sem hozott normális méztermést. És gazdaságilag azt kell mondani, hogy sajnos már nem éri meg méhészkedni. Tehát ez gazdasági kényszer abba hagyni. Így van. És ez azt jelenti, hogy csőd miatt hagyják abba, mert nem tudják fenntartani magukat. Én magam is tapasztaltam, és az szintén elhangzott már, hogy hárs és akácméz ára 30-50%-kal emelkedett már is. Így van. De ennél ugye nagyobb a baj. Mégpedig azért, ha elfogy a mézkészlet, amit Bros Péter, szintén őt idézem, hogy 2021. januárjára tesz, akkor viszont az katasztrófával ér fel. Így van. Így van. Mi a teendő, István? Hát gazdaságilag a méhészeket is életbe kell tartani, nem csak a méheket. Igazából, amikor az emberek, a vásárlók érdekeit nézzük, az, hogy legyen mézünk, legyen olyan forrásból származó mézünk, ami megbízható méhészektől származik, és tényleg azt a beltartalmilag is azt a terméket kapjuk, amit elvár egy vásárló a termelőtől. Ez az egyik dolog. Aztán a másik dolog, mikor a beporzó rovaroknak a védelméről kell beszélnünk, és tudomásul kell vennünk, hogy az utóbbi 10 évben ez miatt a nagy, hatalmas mezőgazdasági kémiai szerek használata miatt a beporzó rovaroknak a 60-70%-a eltűnt Európában. A vadon élő beporzó rovaroknak a nagyon nagy százaléka. Tehát mire számíthatunk? Ahogy Amerikában már azt mondom, hogy ezt meghirdették, hogy minden eddiginél jobban kell figyelni a méhészekre, a méhészetekre, mégpedig azért, mert beporzó rovarként a leghasznosabbak. Így van. Mi általában csak a mézről beszélünk, tehát önmagunk. Így van, de holott, van egy másik oldala holott is. Ez a másik oldala, ami tetszik, nem tetszik, nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, legalább olyan fontos, mint a méztermék, mint a méhészeti termékeknek a megléte, és ezért a méhészeknek a gazdasági megmentése is szükséges, mert ugye amikor az előbb említettem, hogy a beporzó rovarok eltűntek, a házi méh az, amit mennyiségileg az ember fent tud tartani, mint beporzó rovart. És ezért fontos az, hogy amikor arról beszélünk, hogy a méhecskék megmentése, akkor a méhecskéket azért kell megmentenünk, hogy kiváltsuk azokat a beporzó rovarokat, amik sajnos eltűntek a környezetünkből. És az ember képes arra, hogy ezeket a beporzó rovarokat, mint házi méh fenntartsa, akkor onnantól kezdve, ha a beporzást meg tudjuk oldani, akkor ez egy jó dolog, de így a méhészeket kell gazdaságilag fenntartani. Miként tud segíteni a szaktárca? Azt tudjuk, hogy az Unióban komoly viták vannak értelemszerűen, és úgy tűnik, hogy majd történnek lépések, viszont az időjárást az uniós törvények, illetve jogszabályok sem tudják befolyásolni. Így van. A szaktárca támogatásokkal egyre jobban, ők is érzékelik ezt a problémát. Egyre nagyobb támogatásokat kapunk, mint méhészek. Van most az utóbbi években volt, vagy van egy úgynevezett beporzási támogatás, ami 500 forintról most már felment 2000 forintra családonként. Ez úgymond egy mély család fenntartásának a költségeiben nagy mértékben segít. Ezen kívül vannak eszköztámogatások, olyan pályázati lehetőségek, amikkel tényleg a méhész fent tud, vagy jobb minőségben tudja végezni a dolgát, és jobb minőségű terméket tud előállítani. Igen, hát ezt nem lehet másként csinálni, csak gondoskodó szeretettel és szakmai tudással, mert nem hiába mondják, hogy méh plusz ész egyelő méhész. Még egy dologról kell, hogy beszéljünk a nyomottáron, és látjuk, a nagy üzletláncok is azért kezdenek magukhoz térni, illetve a fejükhöz kapni, ahogy tetszik, hiszen rengeteg hamisított méz volt a legnagyobb üzletláncokban is. Így van. Mit tehet a méztársadalom azért, hogy ezek eltűnjenek? Hát úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezzel nem tudunk mit tenni, de egyet tudok, hogy azok a vásárlók, akik mézet fogyasztanak,
nem a nagy multicégeknél vásárolják meg a mézüket, hanem annál a méhésznél, annál a szakembernél vásárolják meg, aki tényleg az ő környezetében él, és a nevét adja ahhoz a termékhez, amit ő előállított, akkor ezzel valamit tettünk azért, hogy azok a termékek ne fogjanak el, amit ottan kihelyeztek annak a multi cégnek a polcára. Nos, hát köszönöm szépen, István. És kedves nézőink, önöket is arra búzítom, hogy vegyék a magyar mézet, hiszen ez nagyon is tudjuk, hogy a legjobb Európában, illetve a világon is az egyik legjobb méz. Mi pedig folytatjuk műsorunkat, mert hogy Soponyára látogattunk, hiszen elindult az új vadhús tovább feldolgozó üzem a Vadex soponyai telephelyét. Lőrinci Attila elmondja, hogy rövidesen kiváló minőségű, fogyasztóbarát és nem túl drága finomságok kerülnek az üzletek polcaira. A gondolat az valamikor 2 évvel ezelőtt jött a cég vezetése részéről, hogy meg kellene újulnunk. Kellene egy olyan lehetőséget biztosítani a fogyasztók számára, ami közelebb viszi a vadhúst elsősorban a hazai fogyasztói rétegekhez, és főleg a középrétegekhez, tehát arra gondolok, hogy mindenki számára hozzáférhetővé váljon a vadhús. A megvalósítás az jó 1 éve, 1,5 éve kezdődött el. A gőzerővel inkább azt mondom, hogy tavaly nyáron. Az üzemet valamikor idén tavasszal fejeztük be, az építési munkák, illetve a gépek beüzemelése akkor fejeződött be. Közben már folyt a piacépítés és az embereknek a toborzása, felvétele. Ahogy a korábbi riportban is erre utaltam, csak nagyon szűk számú embert vettünk föl. Inkább a régi üzemből, a tőkehús üzemből történő átszervezése zajlott. A technológiáknak a kidolgozása, adaptálása, a receptúráknak a meghatározása. És gyakorlatilag mostanra eljutottunk odáig, hogy működési engedéllyel rendelkezünk. A kapacitásunk körülbelül 30%-ával működünk. Ez azt jelenti, hogy még folyik a piacépítés, de már termelünk, tehát már érvényesülnek azok a szabályok, azok a minőségi szabályok, amik a mi működésünket jellemzik. Már gyakorlatilag ugyanazokat a technológiákat, ugyanazokat a termékeket termeljük, mint hogyha csúcskapacitással mennénk, és a piacépítés folyamán, a piacépítés során szépen folyamatosan fejlődünk, tehát szépen folyamatosan növekszik a kapacitásunk. Korábban legelőször állami megrendeléseket teljesítettünk. Ez nagyon jó volt nekünk arra, hogy egyrészről egy kisebb kapacitás mellett belejöjjünk, beletanuljunk azokba a folyamatokba, amik majd várnak ránk. Aztán utána szépen bővültünk, most már szállítunk különböző nagykonyháknak, illetve belistázás van folyamatban egy nagy hazai üzletlánccal. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy kvázi 2 héten belül, 3 héten belül a termékeink megtalálhatók lesznek a legtöbb városban már ezekben az üzletekben. Úgyhogy nagyon örülünk neki, nagyon boldogak vagyunk. Nagyon szép, nagyon, nagyon mutatós csomagolásaink lettek. Nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy olyan megjelenésünk legyen, ami mindenki számára tetszetős, és továbbra is tartottuk magunkat ahhoz, amit már a korábbi riportban is elmondtam, hogy mindenki számára hozzáférhető áron legyenek megvásárolhatók ezek a termékek. Tehát arra gondolok továbbra is, hogy mondjuk egy kétszemélyes párnak olyan 2000 forint körül, tehát fejenként 1000 forintért, nagyon finom, nagyon könnyen elkészíthető, és nagyon jó minőségű, mondjuk vacsorát tudjunk adni. Tehát gyakorlatilag itt ugye azokról, olyan termékekről van szó, ami 1/4 óra alatt elkészíthető, és a legmagasabb szintű igényeket is kielégíti. Mielőtt a technológiáról, illetve a vadhúsfajtákról beszélünk, azért essék szó a piackutatásról, hiszen ez egy bűvös szó. Függetlenül attól, hogy a magyar egy kulináris nemzet, mondjuk mi, méltatlanul elfeledtük az elmúlt időszakban a vadhúsokat. Ez miért történhetett?
Igen, ez pontosan így van, és nagyon alacsony a magyar vathús fogyasztás. Hogyha egy főre kivetítjük átlagosan az éves vathús fogyasztást, akkor ez körülbelül 30 deka, minden alatt van. Tehát ennél több a halfogyasztás, és ne beszéljünk akkor a csirkéről és egyéb húsféleségekről. Ez azért van, mert egy sztereotípia volt a vad, tehát ünnepi ételnek számított, mindenki fejében az szerepel, hogy a vad az drága, pontosan ezzel megyünk szembe, és pontosan az a célunk, vagy az a küldetésünk, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a vad nem drága, könnyen elkészíthető, nincsenek mondjuk mellékízei, nem rágós, nem egy bonyolult étel, hanem egy gyakorlatilag egy mindennapi táplálkozásba beilleszthető komponens vagy alapanyag. És ez egy hosszú évtizedes, vagy több évtizedes sztereotípia, amit nekünk most le kell győznünk, nagy küldetés egyébként. Tehát az a nagy küldetés benne, hogy amellett, hogy közelebb vigyük az emberekhez a vadat, megtartsuk azért ennek a minőségi szemléletét, tehát hogy ne bontsuk le azt, hogy ez egy tök egyszerű, egy olyan étel, ami mondjuk commerce, hanem megtartsuk a státuszát, de mégis közelebb vigyük a fogyasztókhoz, kvázi a fogyasztóknak az igény szintjét, vagy a lehetőségeit emeljük föl ehhez az alapanyaghoz. Nagy feladat, de hát erre vállalkoztunk. Nagyon fontos, amiről beszélt, viszont nem különben fontos, hogy a piackutatás során nyilván figyelmet kellett fordítani arra is, hogy milyen vathús az, ami elnyeri a vásárlók tetszését, legyen az olyan vásárló, aki még most kezdi megszokni, vagy aki már régebb óta is szeretett volna vathúst fogyasztani. Egy kettősséget vettünk figyelembe ezzel kapcsolatban. Csináltunk olyan termékszortimentet, ami tényleg úgymond a kezdő vagy vadfogyasztók számára nyújt lehetőséget arra, hogy közelebb kerüljön a vadhúshoz. Gondolok itt például a grillkolbászokra, a hamburger pogácsára, a csevapra, a különböző vörösárukra, tehát mondjuk a frankfurti virsli jellegű termékekre. Tehát amik színvonalában magasak, de borzasztó könnyen elkészíthetőek, nagyon finomak, és az áruk se túlzottan magas. És van a másik vevői réteg, aki már ugye találkozott ezzel az alapanyaggal, tudja ennek az előnyeit, és tudja ennek a fortéjait, és például gondolok itt egy szarvas sztékre, vagy például egy előre pácolt szarvas húsra, ami ugye egy otthoni felhasználás vagy feldolgozás során akár napokat is igénybe vehet, az előkészítési munkálatok napokat is igénybe vehetnek. Mi ezt megcsináljuk a fogyasztók helyett, olyan kiszerelésbe hozzuk, és olyan formába, és olyan minőségbe, ami gyakorlatilag a legmagasabb színvonalú igényeket is kielégíti, de mégis ad egy olyan plusz örömet a feldolgozás vagy az otthoni felhasználás során, ami utána a fogyasztás során egy maradandó emléket tud nyújtani. De pont ezen próbálunk egy picit még tovább lendülni, hogy ne egy egyszeri élményt tudjunk nyújtani, hanem gyakorlatilag egy mindennapi választást tudjunk biztosítani a fogyasztók számára, mind a tapasztaltabb réteg, mind pedig az úgymond kezdő réteg számára. A szakmai életútját figyelembe véve ez nagy kihívás, hiszen bármennyire ismert a szakmában, illetve hát a vásárlók előtt, a vásárlók csak azt tudják, hogy eddig is kiváló minőségű vathús, amelyeket ön hozott forgalomba, ha úgy tetszik. Most ez mennyire újdonság? Egy picit más terület. Annak ellenére, hogy itt nem egy nagyon speciális mérnöki találmányról van szó, hús féleségről, mindazonáltal egy borzasztó speciális terület. Nem csak a fogyasztók szemszögéből, hanem a kereskedők szemszögéből is. Tehát hál' Istennek tényleg volt olyan kereskedő, akivel nagyon jó, nagyon gyorsan, nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és nagyon nyitottan tudtunk beszélni arról, hogy esetleg hányféle termék legyen a szortimentbe, hány fészel, hány helyen jelenjen meg mondjuk a pultban, vagy a fagyasztóban az a termék.
és borzasztóan támogatta folyamatosan a tárgyalások során a termékeket, és nagyon szinte vezetett minket, vezette a kezünket arra, hogy kellene kinéznie mondjuk egy csomagnak. Egészen apróságokról van szó, nem csak mondjuk a csomagsúlyról, vagy arról, hogy milyen fajta termék legyen a csomagban, hanem hogy mennyire emelkedjen ki, mennyire legyen homogén, hogy helyezzük el, mennyire legyenek láthatóak a húsrészek benne, milyen legyen mondjuk a címke. Tehát van ilyen is, és ez borzasztóan pozitív. És nyilván vannak olyan szituációk, amik viszont nagyon nehezek. Nagyon meglepődtem például azon, hogy itt a koronavírusos időszakban több kiskereskedelmi láncnak is felajánlva a termékeinket, mint stratégiai termékek. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy egy viszonylag kemény falba ütköztem. Tehát egy nagy munka lesz, amíg ezt a falat az ember lebontja és átkerül a másik oldalra. De dolgozunk rajta. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!